Hogyan kötődik az iTelligence a digitalizációhoz? Hát az iTelligence a digitális transformáció az ezzel szállal kötődik, és bár ez egy új kifejezés, ez ma jött meg a köztudatba, de ennek ellenére mi már azt gondolom, hogy 94 óta, 2000-es évek eleje óta ezzel ebben gondolkozunk, ezzel építjük fel a projektjeinket, ezzel keressük meg az ügyfeleinket, hiszen végig azt mondtuk, hogy az üzleti folyamatok átalakítása az egy kritikus része annak, hogy hogyan lehet hatékonyá tenni egy vállalatot. Az üzleti folyamatok átalakítása az, ezeket fel kell mérni. A felmért üzleti folyamatok mérőszámok mentén optimalizálhatóak, és azokat a rendszereket, azokat az informatikai támogatásokat, amiket ki kell alakítani, azokat ennek mentén lehet felépíteni, hiszen a folyamatok hatékonyátétele az egy része ennek a digitális transformációnak. A digitális transformáció új értelmet kapott. Új értelmet kapott olyan módon, hogy technológiai lehetőségek nyíltak meg. Beszélhetünk IoT-ról, beszélhetünk a Big Data-ról, a nagy adatmennyiségről, beszélhetünk arról, hogy adatokat elemzünk. A rendszerek, a hardverek képesek lettek ezt az adatmennyiséget feldolgozni és ezt elemezni. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudjuk elemezni, meg kell érteni. Miért elemezzük? Mit akarunk vele kezdeni? Megint visszanyúlunk a gyökerekhez, amikor azt mondjuk, hogy meg kell néznünk a folyamatot, meg kell értenünk a folyamatot, meg kell határozni azokat a KPI-okat, aminek mentén mi ezt elemezni tudjuk. Az iTelligence szerepe, mint egy nagyon szoros SAP-val együttműködő partner szerepe, pedig pont ebben nyilvánul meg, hogy a vállalatok az informatikai rendszereikben, az SAP vállalatirányítási rendszerükben rengeteg adatot gyűjtenek. A folyamatok révén becsatlakozik minden olyan információ, ami ezen a rendszeren kívül van, hiszen az ekoszisztéma, az a környezet, amiben a vállalat működik, ez nem csak egy ERP rendszer. Az ERP rendszer a központ, és akkor azzal, ahogyan ez megjelent, azzal óriási lehetőségek nyíltak meg a vállalatok számára, hogy mindenhonnan összegyűjtött adatokból hatékony, jó döntéseket hozzanak, a piac elérésük gyorsabb legyen, versenyelőnyre tegyenek szert, tehát nem csak a meglévő üzleti problémák lefedésére, hanem egy jövőbe mutató olyan jellegű fejlődésre adjunk lehetőséget közösen egy együttműködés keretei között, amivel ők a versenytársaikkal szemben előnyre tudnak szert tenni. Ugye most beszéltünk nem olyan régen egy IoT-s konferencián, ahol elmondtuk, hogy maga a vállalati működés az nagyon hasonlít egy autóversenyhez. Az autóversenyben 2 óra alatt kell ezeket a döntéseket gyorsan meghozni. Ugyanezt egy vállalat mondjuk egy éves, vagy egy 3, vagy egy 5 éves ciklusban kell. De ugyanarról szól. Elemezni kell azt, hogy milyen információ áll rendelkezésre, hogyan tudok hatékonyabb lenni, hogyan veszem jobban a kanyarokat, mivel tudom megelőzni a versenytársakat, és hogyan leszek én a győztes ezen a piacon. Ugye az egész piac valójában erről szól. És a digitális transformáció eszméletlen jó eszközöket ad ehhez a felhasználók kezébe. Legyenek azok a mobileszközök, legyen az mindaz az internet alapú technológia, ami elérhető, de legyen az egy új felhasználói kör, egy új vezetői kör, egy új alkalmazotti kör, akik egy másik generációból jönnek, egy fiatalabb generáció, és ez a fiatalabb generáció, ez képes arra, hogy ezeket a technológiákat, mint digital natives, ugye így hívjuk őket, ez a digitális nemzedék, hogy ők használják. Ez a generáció, ez ebben nő fel. A Facebook generáció az eszközöket, táblagépeket nyomkod. Ő nekik már ez a természetes közegük, és azt gondolom, hogy ha ma piaci előnyt akarunk kovácsolni ebből, akkor képesnek kell lenni megszólítanunk ezeket az embereket, és eszközöket kell adni a kezükbe, hogy ők a saját természetes környezetükben sokkal hatékonyabban tudjanak dolgozni. Az ügyfeleik mely iparágokból kerülnek ki? Azt gondolom, hogy a magyar piacon nagyon erős most a jelenlétünk az olyan cégek körében, akik mondjuk autóipar környezetében vannak, autóipari beszállítók, vagy egyáltalán gyártó cégek. Ez egy nagyon erős szál az iTelligence életében. Nagyon erős a kis és középvállalati réteg. Olyan cégekről beszélünk, akik egy szűk szegmensben, de nagyon hatékony munkát kell, hogy végezzenek. Persze természetesen ott vannak a nagy cégek is az ügyfeleink között, nagy autógyártó cégek, közmű cégek. Azért dolgozunk együtt a nagy olajipari cégekkel is a magyar piacon, tehát próbálunk egy nagyon széles spektrumot lefedni a kis és középvállalatoktól egészen a nagyvállalatig. És hogyha azt vesszük, hogy az iTelligence tulajdonosa, az NTT Data, ami a japán telekommunikációs cég,
neki a célja az az, hogy a világon az első 5 nagy rendszerintegrátor között legyen, akkor ez, amit mi Magyarországon képviselünk, ez egy nagyon erős üzenet, hiszen mi az SAP-n kívül a rendszerintegrációban is jelen vagyunk, a folyamatoptimalizálásban, de ugyanúgy a tartalomkezelés vagy a facility managementben is, és ezt a teljes spektrumon próbáljuk adni az ügyfeleinknek, így amikor egy üzleti folyamatról beszélünk, ami kezdődik egy beszállítónál, majd egy gyártócégnél, és végül a kereskedésen keresztül, az eladáson, értékesítésen, transporton keresztül eljut a vevőkig, akkor nem csak az üzleti folyamatban beszélünk egy end-to-end folyamatról, hanem az ügyfél spektrumban is beszélünk onnan, hogy a beszállítótól a vevőig megpróbálunk megoldást nyújtani.